Fogadjátok szeretettel, egy picit megázott. Köszönjük szépen. De reméljük, hogy azért nagy hasznát veszitek. Az idei év első babacsomagját adját Bonyhádváros polgármestere. Toderoné Reidl Rita két hónapja adott életet első gyermekének. Örül a kezdeményezésnek és annak is, hogy az újszülöttekre is gondol a városvezetés. Nagy az öröm. Nagy az öröm, mert nem csak a család, a rokonok, barátok, hanem tényleg nagyon jól esik, hogy a város vezetősége is gondoskodik így a friss újszülöttekről, illetve hát a város új lakóiról. Filóné Ferenc Ibolya azt mondja, a város önkormányzata az elmúlt években nagy figyelmet fordít a bonyhádi fiatal, kisgyermekes családokra, és már régóta tervezték, hogy babacsomaggal lepjék meg őket. Idén csak nem 100 családot terveznek megajándékozni. A 20.000 forint értékű ajándékcsomag egy levendulával töltött illatpárnát és egy takarószettet tartalmaz. Most az első alkalom, ahogy visszük ezt a csomagot, hiszen a 2021. január és februárban születettek kapják meg. Most első alkalommal, és akkor folyamatosan az év során mindig egy-két hónapos csúszással, hiszen azért a pici babákhoz előbb amúgy sem illik menni látogatóba. Másrészt most a járványhelyzet miatt különös tekintettel vagyunk azért arra is, hogy még nagyobb figyelemmel az óvatossággal. A polgármester szerint az infrastruktúrális fejlesztések mellett fontosak a szimbolikus kezdeményezések is, mint például az Életfa program, amit már hosszú évek óta folytat a város, és ilyen az idei évben bevezetett babacsomag projekt is.